Éppen órán ül a Révai Miklós gimnáziumban a 9. osztályos Mihalic Péter, de december 1-e és 10-e között hiányzott. Ugyanis a hatfős magyar csapatot erősítve Iránban, Teheránban járt az ifjúsági természettudományos olimpián, ahol ezüstérmet szerzett. Az ifjú olimpikonok biológiából, kémiából és fizikából tesztelték tudásukat a tíznapos verseny alatt. Három fordulóból állt a verseny, tesztforduló, elméleti forduló és kísérlet. A Teszt és elméleti fordulón mind három tantárgyból kellett különböző válaszokat kérdéseket megválaszolnunk, és aztán a kísérletben három fős csapatokra voltunk osztva, és úgy kellett egy komplex dolgot elvégeznünk. A Magyar Ifjúsági Természettudományos csapatba négy budapesti és egy kecskeméti fiatal, valamint a győri Mihalic Péter került. Persze a csapatba való kerülésig fárasztó és tudással teli utat kellett bejárnia az ifjú gimnazistának, hiszen a lehetőségről a Hevesi György országos kémiaverseny döntőjén értesült. Szeptemberben volt az első válogató, aztán utána, amit sikeresen teljesítettem, és utána minden hétvégén menni kellett föl Pestre legalább egyszer-kétszer, és ö, ott ö, a, mindig írtunk kis válogatókat, és ö, novemberben volt a második válogató, ö, és ez a, ez a kis dolgozatok és a második válogató alapján ö, állították össze. Hazai olimpikonjaink mellett románok, írek, szlovákok képviselték Európát, ezen kívül pedig a legtöbb ázsiai ország is képviseltette magát. Egyébként a magyarok egyetlen európai nemzetként szereztek aranyérmet a 9. ifjúsági természettudományos olimpián.